Fáradt vagyok. De a reggeli maci kakaótól föltelek. A reggeli maci kakaótól föltelek. A kormány nemrégen módosított a rezsiszabályokon, és így az iskoláknak is megnövekedtek a költségeik. A fenntartók viszont nem biztosítottak ehhez elegendő plusz forrást. A Győr-Szent Iváni Szent Benedek általános iskolában ezért azt találták ki, hogy az őszi szünetig szombatonként is járjanak iskolába a gyerekek, és így majd a téli szünet hosszabb lehet. Az iskola előtt szülőket és diákokat kérdeztünk a szombati tanítási napról. Azért lavaljuk be három gyerek mellett az öreg is. Plusz egy nap a felnőtteknek azért jó, de attól függetlenül azért kicsit szorongtam is, hogy fogja bírni a Liza. Nagyon sokan nem tudják megoldani ezt a szombati napot. Nem kellemes, de most mivel kötelező, ezért hozom vissza a gyerekeket. Kicsit az, hogy most szombaton is járkálni kell autóval, a benzinárak mellett persze, most az egy kicsit így szar. Azt jelezték, hogy bizonytalan a fűtéshelyzet és a iskola költségvetése nem teszi lehetővé, hogy biztosan ne zárjon be, és ezért haladjon az oktatás. Hát nehézséget jelent, nem örültem neki. Foglaltak a hétvégék, több szabadságot kell megoldani decemberben, januárban, de alapvetően megértettük a helyzetet, és alkalmazkodunk hozzá. Szívesen aludnák tovább. Hát igen, reggel egy kicsit nehézkes fölkelteni ez a dolog, de úgy látom, hogy annyira nincs elfáradva. Persze, mire hazér addigra azért elég zsibbat szokott lenni. Az első hét az a kisebbik gyerkőcnek élménnyel telt, tehát örült neki, hogy mehetett iskolába. A nagylányom pedig ugye hetedikes, tehát új tantárgyak vannak, hát neki azért nehezebb. Ugye mivel csak 4 óra van ezen a napon, ugye lehet gyakorolni, mert többnyire csak gyakorolnak, házi feladat szombatonként nem szokott lenni, meg hál' Istennek a Ricsi bácsi, az osztályfőnök nagyon rugalmas, és nem terheli le a gyerekeket egyáltalán. Nem tudunk úgy utazni, nem tudjuk meglátogatni úgy a szülőket, de van lehetőség kivenni a gyereket, tehát azt gondolom, hogy az iskola részéről is van rugalmasság. És hanyadikos most egy gyerek? Elsős. Hát ő nem fogja még ezt fel, de nehéz neki. Tehát például most a második hét folyamatosan 6 nap, most jött az óvodából, eddig még aludt délután, most már nem alszik. Ez a terhelés neki extrém szerintem, tehát érződik már így a 3. héten. Így pedagógus tanítja a gyerekeket és gyakorol velük, és nem nekem kell akár egy fecskefarkot megtanítani neki, hogy hogyan kell majd írni, olvasni. 10-szer is ezt választanám az online oktatáshoz képest egyértelműen. Az a teher, illetve azok a kompetenciák szerintem nem elvárhatóak egy szülőktől, akár első osztály, és akár nagyobb gyerek otthoni oktatása, hogy biztosítva legyen. Én szerintem az a rendszer az nem tudja azt a fajta előmenetelt biztosítani, amire szükség van a gyerekeknek. Úgyhogy sokkal szívesebben jövök szombaton, akár egész évben, mint sem, hogy otthon tanuljak együtt a gyerekkel, home office-ban, vagy éppen szabadság alatt. Nyilvánvalóan valamilyen szintű kormányzati támogatás így szóba jöhet, de amennyiben erre nincs lehetőség, mert hát elképzelhető, hogy ez nem így működik, akkor én azt is el tudnám képzelni, hogy a szülők, vagy akinek lehetősége van, járuljon hozzá, akár alapítványon keresztül, akár bármilyen jótékonysági gyűjtésen keresztül. Ez az opció nem tudom, hogy eddig egyébként miért nem merült fel, főleg, hogy ez egy egyházi iskola, az adománygyűjtés nem feltétlenül állna távol hozzá, de erre eddig nem tartottak igényt. Én személy szerint, hogyha ez a kérdés felmerülne, a lehetőségem ez miért nem biztos, hogy hozzájárulnék ahhoz, hogy a gyerekemnek ne online oktatásban kelljen részt venni a télen.